Jó estét kívánok a Sporthíradóból! Utolsó bajnoki címüket már nagyon régen, 1975-ben szerezték, de még ma is az ország harmadik legeredményesebb férfi kosárlabda csapata a MAFC, amely annak idején a 7 első helyen kívül 24 második és 10 harmadik helyezést ért el a bajnokságban, és emellett 5 alkalommal elnyerték a Magyar Kupát is. Az utódok már jóval szerényebb eredményekkel rendelkeznek, akik 2 éve még az NB1A osztályban játszottak, most pedig az NB1B piros csoportjában szerepelnek, ahol a második helyen állnak. A HEP Kupa 4. fordulójában, a negyed döntőben a fekete mezben pályára lépő fővárosiakat fogadták a ceglédiek. Jól kezdtek a vendégek, akik közül Csapai egy triplával nyitott. A CKE az első kosarát 0-7-es állásnál szerezte, aztán 8-12-re fel is zárkózott, de nem sokkal később 10 pontra nőtt a hazaiak hátránya. Ekkor úgy tűnt, érvényesül a papírforma, ám 12-20 után, leküzdve a vélhető megilletődöttséget, már jóval gyakrabban érkeztek a CKE kosarak, s amikor az első negyed vége előtt 1 perccel Csákvári betalált, a találkozó során először szereztek vezetést a vendéglátók. A második negyedben sokáig fej-fej mellett haladtak a csapatok, majd időkérés után Fekete egy triplával 38-36-ra fordította az állást, hogy később, az utolsó másodpercben egy újabb 3 pontossal beállítsa a félidei 48-40-es eredményt. 8 pontos előnyt szereztek tehát a fehérmezesek, és a későbbiekben a vezetést már nem is adták ki a kezükből. A harmadik játékrész elején Fekete már 5-5-ször talált be a piros félkörön kívülről a vendégek kosarába, a 23. percben pedig Nárai látványos horogdobással szerzett kosarat. A második félidőben Tóth megirigyelhette Fekete eredményességét, távolról vagy bravúros betöréseket követően közelről dobott pontosan, de ha arra volt szükség, váratlan átadásokkal hozta gólhelyzetbe társait. Végül remek játékkal, kiváló dobóformával és jó védekezéssel 83-67-re legyőzte ellenfelét a CKA, és ezzel a sikerrel bejutott a kupa 4-es döntőjébe. Január utolsó vasárnapján a junior birkózók is megkezdték a menetelést a válogatottságért. A három szakák küzdelmeire a Kaposvár rendezésében Somogyi Ádon került sor. A ceglédi VSE mind a három szakákban képviseltette magát, a női mezőnyben 2, szabadfogásban 1 és kötöttfogásban 2 birkózóval. Egy aranyérmet, egy bronzot, egy-egy negyedik, illetve 5. helyet szereztek a viadalon a CVSE birkózói. A ceglédiek közül a legjobb eredményt az ezúttal szabadfogásban induló Kovács Árpád érte el, aki a 70 kg-ban mindenkit legyőzve nyerte meg a súlycsoport küzdelmeit, ezzel nagy lépést tett a címeres mez megszerzése felé. A ceglédieknek még egy érem jutott, amit a női 53 kg-ban Rehor Orsolya 2-2 győzelem és vereség után szerzett meg. 2 ezüstérem és értékes pontok a hétvégén rendezett országos utánpótlás asztali tenisz versenyen. Fiú-ifjúsági párosban második lett Ócsai Máté és Huzsvár Erik, egyéniben szintén második Ócsai Máté és a 16 közé jutott Hörömpő Ferenc. Fiú serdülő párosban a 8 közé került Tóthin Kristóf és Oroszki Péter, egyéniben a 16 közé jutott Tóthin Kristóf. Leány egyéniben a serdülőknél és az újonc korosztályban is a 16 közé került Ungure Andorka. A Városi Tekecs EB 18. fordulójában lejátszott mérkőzések eredményei: Barabás Kft. Mélyépterd 4-2, Számít Aminoxid 1-5, Közgép Retro Mimózák B 1-5, Mimózák A Norma Festékház 2-4 és Nagykörös Vállalkozók 1-5. A hosszabbításban erőemelés, a stúdió vendégei Belme Péter, a Vasgyúró Gym tulajdonosa, valamint Belme Nelly és Belme Barbara versenyzők lesznek. Tartsanak velük!